reggelt kívánok mindenkinek. Azt mondja, hogy november 9-én csütörtök reggel. Akkor reggelizzünk meg. Szépen szóvá tették többen, hogy fogyókúráznak-e vagy nem. Elvileg nem fogyókúráznak, fogyókúráznak, hogy ott anyja volt. Arról van szó, hogy megint olyan géppel dolgozok, amivel tudok kaját melegíteni. És értelemszerűen meleg kaját hozok ilyenkor, nem pedig sonkát, kolbászt. Akkor hoztam sonkát, kolbászt, mert kis géppel dolgoztam, nem tudtam melegíteni. Világos? Tényleg. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy kicsit vissza kell fordulnom a húsból, mert a köszvény elkapott. Ez hetedig úgy fájt a nagylábújjam, azért alig tudtam lábra állni. Úgyhogy tésztás, paradicsomos, jalapenyos, húsgombótos, valami. Jó kezek. Nincs ebben gond. Hát amúgy meg vegán vagyok, csak kolbász legyen hozzá. Mondanám azt is, hogy vegán vagyok, mert csak növényevő állatra teszek, de ez nem igaz. Mert egyrészt a disznó sem növényevő, másrészt meg a ragadozó halakat nagyon szeretem. Harcsa, csuka, stb. De nagyon finom. Ismertem olyan embert, aki 3 évig vegán volt, és mindenki hülye volt, aki nem volt vegán. Szerintem. Mert az az üdvözítő és az egyedüli út. A nirvánában. 3 év után, mert paleó lett, ami pont az ellentétes te, hús nevet hússal. A paleó. Akkor mindenki hülye volt, aki nem hús nevet. Ugye? Most semmi bajom nincsen ebben. Egyetlen egy dolog lényeges. Én még egy kibaszott vegánt nem akartam megtéríteni, hogy csurka tegyen, de engem már számtalan vegán elmondta, hogy én milyen egészségtelen étkezek. Ugye? Hidd el nekem, hogyha te találkozol egy vegánnal, egy teljesen ismeretlen emberrel találkozol, és az vega, akkor 3 mondaton belül el fogja neked mondani, hogy ő vega. Van neki egy ilyen közlőszágyuk, egy ilyen
kényszerük, hogy ők elmondják azt, hogy hát ők vegán. Egyetlen egy dolgot kell mondani, szegény ember. Szegény ember, hogy sajnálat.
szépen, hát mostan eljöttünk a mélyebb, pillérek sorára. Jó mély, vagy 2,5 méter mély ez. Egyébként 4 cölöp van benne. Nem lehet kis kanállal tenni. 4 cölöp, látszik a 4 cölöpnek a helye.
elkezdi majd a következő képkezelő, lehet, hogy én leszek, nem tudom ki lesz, kiásni majd annak idején ezt a alapot. Nem fogja tudni, hogy mikor éri el a beton csölököt, mert ott lesz egy fapus. Szép fogja törni a beton csölököt. Vagy csak mesterségesen felgyorsítottam.
akartam vele volna meg anyjába a faszát, aki ezt kitalálta, ezt az alsó kulcsos, madárfogásos tetvedény tanácserélőt, ez az húzta volna bele az anyjába a faszát. Dolgozzon vele, bazd meg, 60 év ilyennel, dolgozz naponta cserélek kanalat 80-szor. Rohadjon meg. Itt áll mindenki, ha 5 óra múlva megint beesik egy.